Sziasztok! Újra itt vagyunk a CMT-ján, és akik itt vannak ma velem, az Bálint. Sziasztok! Illetve Jack Stevens alias Benke. Hello! Nos, ugye ez a videó arra fog szólni, egy kicsit bemutatjuk a fegyházba lévő dolgokat, a rendszerek működését, illetve hogy is zajlik itt az élet. Ugye jól mondom? Igen, igen, így van. Na hát akkor mit szól neki? Na, hát itt vagyunk a fegyház előtt, a bejáratra. Ez is sok is ki, ahogy jön be. Itt jobban található a parkoló, ez ilyen személyi parkoló, igazából ide az alkalmazottak parkolnak be. Amíg itt vannak, és akkor utána ki kell vinni a kocsiukat. Gyere, meg is mutatom. Ez sőbben, tehát így ekkora, szerintem ez így nagyságú, itt nem annyit. Tehát a parkoló mit kell róla tudni, szerintem más nem nagyon. Ja. Úgyhogy szerintem adjunk tovább. Jack, valami hozzáfűnő való. Benke. Köszönöm, megyem. Jó, van, szerintem is jó a parkoló. A következő parkolóban a sürgősségi. Igen. Adunk a felkozóra. Ugye szoktak jönni a rendvédelmisek, mikor hoznak valakit. Ugye szépen beállnak, ugye egyenesen viszedik a emberkét, nőrkét, aztán viszik. Itt balra található egy Benkének a Zsóvárja, illetve egy frakciókocsi. Úgyhogy, ja. Hát ezt a frakciókocsit igazából mindenki használja, úgy vehetjük, de nem mindenki. Ezt igazából ilyen kisebb dolgokat szoktuk használni. Nem nagyon sűrű használjuk. És akkor itt beállalva. Itt meglátjuk a bejáratot. Vagy porta kapu. Igen, tehát a porta kapu. Majd itt mellett van egy interjúr, ami felvisz ennek az egész mostrónak a tetejére. Azt a most megcsinálok. Tehát vigyázzon a szegény ember, ez a kis bugos, tehát leesetsz. Igazából így... Tehát át tudsz rajta menni. Tetejére fel lehet menni? Ennek az összes? Rajnak, persze. Igazából mála volt, mála elvittük el a rabokat. Ez itt egy udvar, ahova kiszoktuk vinni a rabokat. Igen, igen. Tehát ez itt a hátsó udvar. Igazából... Ez nem mindig, mivel... Viszont... Mivel máma is volt ráuk, hogy kiszedték a szüktető érvényításokat. Nem voltam itt a toronyba, tehát elég masszívan léptek engem. De te is? Hát azért vissza kellett szólni. Úgyhogy nem vittek el egy napot sem, háló Isten. Nem jött a szerű. Kicsit rossz volt a taktikájuk, de hát lehet próbálkozni egy bár. És akkor itt van a tető, itt van a helikopter parkoló, ugyebár lerakható a helikopter nekünk, most jelenleg nincsen helikopterünk. Nem is lesz. Igen. Tehát... Védelmések szoktak jönni helikopterrel, akkor ők igen, igen. Jó, akkor... És ez egy kis kétes, ez is kétes kapu, igaz? Igen, igen, ez is kétes kapu, nagyon mondjuk. És akkor itt vagyunk benne portán. Balra egyből biztos megpillantottátok ezt a kamerarendszert, igazából ez úgy működik, hogy látod a fegyházba a kamerákat, és nagyon ennyi, tudod mozgatni a kamerát, és így ennyi, ez kész. Jaj, akkor ezt most semmit sem közelebb érkezik. Igen, igen. Na, először igazából, másodszor igazából idehozzák a rabokat, mint egy kicsit ez ellenőrzés. Ez itt iroda. Itt benne, mindegyik van az iroda. Itt szoktuk azok lenni, például úgy volt az egyben írtam is, itt bár fegyvereket benne a szívbe. Illetve hogy az, gondolom az eligazítás is, meg beszélés is itt szoktuk lenni, ugye? Igen, igen, igen. Értem. Ja, mert ugye én, tehát én nem vagyok benne. Ugye láthatjátok ott a jelvényt a Action Barba, tehát én nem fegyőr vagyok, azért mint külsős én így bemutatom a telepet. Jó, most itt folytathatjátok. Igazából nincs semmi olyan másmilyen Jack. Szépen, nem lehet kipakolni. Hát nem. Nincs hozzá kulcsa. Tehát ez nem. Beírjuk a change. És akkor így tovább haladom. Itt ugyebár egyből megpillantatjátok a labokat.
szépeskednek. Hát igen, én már ismerem belülről ezt a részét, a dolognak. Itt van egy telefon, kanyó, meg ott hív is van egy. És akkor itt van még egy kis, ahogy látom. Igen. Ugyanúgy fel lehet hívni, és itt van még egy börtön, kettő, nem ilyen iroda és egy magánzárkás rész. Igen, itt szokott lenni a úgymond kihallgatás, mikor behozzák a intézmény kihallgató is egyben, megház is pergépes. És akkor az ilyen magáncella, aki rosszul lakodik, úgyben akkor ez ott marad. Igen, és ott érti a büntetését, amik nem jön, úgyhogy ilyen elkülönítését. Igen, tehát ez egy elkülönítő, mondjuk. És itt igazából ilyen. Ott még, most nem szeretném szerintem inkább megmutatni a várost. Az én tipp? Nem. Igazából oda most nem szeretném én bemenni, mert a csokkolgatni kéne a rabokat, meg mindenféle. Tehát bemutatok ott nekik hátul... az... most többen is bemutatok nekik van. Az kicsit PG, vagy? Kicsit, ja. Fel, hogy OC vagy itt. Ja, hát igen. Tehát, ja. Ja, most ki vannak engedve, most nincsenek bezárva? Most nincsenek. Csak ennyi ember van itt. Tudnak mozogni belül, van nekik hátul egy edzőterem, ott tudnak erdőzni, meg étterem. Van egy étkező, ott van egy NPC, tudnak gyógyszert meg ilyeneket venni. Van egy ATM is bent. Jaj, szerintem ilyen kicsit így visszaportál. És akkor szerintem beszéljük egy kicsit a fegyőröknek a fegyverzetéről. Igazából nem kapott nagyon nagy luxust, ha úgy vesszük. Egy gumibottal rendelkezik. Valami illés ki. Várj picit. Igen, nézem. Igen, gumibot. Rendes. Ja, gumibot. Egy csokkolóval rendelkeznek. Amilyen kéne hangja. És ugye a csokkolás is megmutathatjuk szerintem, úgy nem gondolom az volt. Rendben, kolás csokkola. Ó, céljelet után. Ilyen fehér lesz tőle a kép. Egy kicsit eltűnik minden. A tata chat, meg az action bar, meg amit így láthatok, az benn marad. De ugye ez a fehérség... Ez ilyen fél percig tart ez a csokkolás hatása. Jaj, és ez a fehérség jelképezi ugye azt, hogy el vagyunk ugye ájulva. Egy bizonyos ideig, és utána ébredünk csak fel a sokkolásból. És miután ugye felébredtünk a sokkolásból, nem is csak még egyszeret, látszik, hogy még utána is így, hogy mondjam, kimerülve van az ember, kényleg is animba van esve. Tehát amíg föl kell, utána se lehet az, hogy esetleg elfut az illető. Szóval ez is elég jól meg van csinálva. Illetve ami nem látszódott, mert ugye nekem elfejeredett a kép, egy ilyen, mint IRL is a vezeték, ugye, amin keresztül átvezeti az áramot az emberbe, az is ott marad a sokkolás idejéig, ha jól tudom, igaz? Igen. Ugor egyet, mert már lejárt a sok hatása. Igen. Rendben, a következő, egy hantópítós kolt. Jó, ezt kapunk 100 darab történt. Ez a hantópítós kolt helyett fogtuk kapni egy normális koltot, ami nem hantópítós. Igen, ez csak így még YouTube-ba kapjuk, de ez nem használjuk még. Tehát, igen. Sütkőben így eljük. Illetve, mikor kimegyünk az udvarra a rabokkal, akkor kapnak AK-47 hetest és vadászpuskát. Töltényekkel. Ami ugye a hátadon is látszik, igaz? Persze. Mint például én már ma kaptam a vadászpuskát. Rendben, akkor szinte pár dolgot szerintem mondhatunk, hogy sokkolót mikor használjuk, gumibotot mikor használjuk, szerintem jelenleg. Gumibotot azt nem nagyon szoktunk használni, a sokkolót azt még inkább mikor bent a rabok verekednek, vagy valami hasonló, vagy bemegyünk hozzájuk, akkor sokkolót használjuk. Kosokkolót alkalmazunk. De ha kimegyünk az udvarra a rabokkal, akkor pedig éjes fegyver van érvényben. Tehát akkor tűzparancs van mindenki, aki megközelíti a fegyház területét.
helikopterrel, kivéve, ha ugyebár rendőrségi vagy honvédségi repülőről van szó, vagy... Tehát ha rendvédelmi is, rendvédelmi is, így van. Igen, igen, kivéve arra nincs, tehát arra nincs. Tehát az összes civil járműre. Ez igen, aki megközelíti, és fel tudjon közelíti, megokhatja ezt a célot. Nem úgy megközelít, hogy elmegy mellette az úton, hanem be akar jönni, vagy valami. Hát támadó szándéka, vagy behatolás szándéka. Igen. Igazából, ugye így. Hát persze, szolgálati fegyverekhez tartozik a bilincs. Ja, igen, bilincset is ugyebár kapunk, ott megállt ugyebár egy jelvényt, még én. Ilyen fegyőjelvényt kapok, képzőkét és ott számom. Igazából most akkor pár kérdést feltennék Jacknek. Hogy hogy is kerültél ide ebbe a frakcióba? Hát ez az első frakcióm, amit kezdéskor jöttem ide. Csak nekem bugzódik a padló? Mi? Nem csak nekem bugzódik a padló, jó, és a gét is kapom miatt van. Jó, rendben mondhatom, igen. Kezdéskor jöttem ide, azóta itt vagyok. És itt előléket is bevétesültem, mint egyet voltam először, utána voltam biztonsági főnök, és most igazgató helyettes, és így röviden annyit menni. Így értem. 2-3 hónapja vagyok itt. Inkább 2. Hát akkor ennyire már. Megjárt, hogy mondtam. Én még csak most kezdtem igazából, tehát kell még valamit letennem itt. Úgyhogy. Ja, tényleg neked még van valami kérdésed ehhez fűződően? Egy olyan kérdésem lenne, hogy nem tudom, hogy van-e ilyen statisztika róla. Ha nincsen, akkor így fejből így az igazgató helyettes úrtól kérdezem. Tehát Jacktől, hogy olyan, tehát van-e ilyen szöktetési arány, hogy például, mit tudom, behoznak 10 rabból mondjuk egyet megszöktetnek, vagy 10 rabból 5-öt meg tudnak szöktetni, vagy igazság szerint a szerveren nincsen szöktetés, már mint tiltva van, de volt már rá például, hogy próbáltak szöktetni, de nem sikerült neki. Illetve szoktak lenni támadások is a BVI ellen, de azokkal se járnak sikerrel. Mert olyankor fegyőrökkel bejövünk, sürgősségi rádióval erősítést kérünk, és már itt is vannak a rendvédelmi szervek. Értem, tehát akkor itt, aki ide bekerül, annak nagyon gondos szervezés, illetve nagyon nagy emberi erőforrás kell hozzá, hogy bárki is innen kijuttasson, jól érzékel. Jó, rendben van. Nekem csak az egy kérdésem lett volna, hogy mégis aki ide bekerül, annak van, mennyi esélye van innen ugye kijutni? Hát, az óvadékrendszer az működik persze. Tehát óvadékkal ki tud menni a fizető, illetve ha leüli a büntetését. Így van. Jó, rendben van. Nem tudom, nekem is több kérdésem. Rendben, akkor szerintem reménykedek abban, hogy jó pár embernek ez a videó láttán megjött a kedve ez a fegyőrködéshez. Tehát, ha van tégél, akkor nyugodtan jelentkezzetek. Azt mondom, jó frakció. Nem fogtuk nyilatkozni, úgy veszünk nap, és akkor igazából holnap találkozunk a videókban, úgyhogy jók legyetek, sziasztok! Sziasztok! Ciao!